Szívből örülök annak, hogy ilyen sokan összejöttünk ezen az estén, egy nemes cél érdekében, de erről majd bővebben fognak szólni. Engedjék meg, hogy házigazdaként és a kórusunk nevében is köszöntsek mindenkit ezen a mai estén, és engedjenek meg pár gondolatot Fabinyi Tamástól, az Ajtórésnyi Zsoltár című könyvében, Áldó hatalmak oltalmában ezzel a címmel egy kis gondolatot írt. Állj meg üres kézzel Isten előtt, és emlékezz arra, amikor a világot gyönyörűnek láttad. Gondolj egy napfelkeltére az alvó város fölött, gondolj egy rohanó folyóra, vagy a csillagokra, amik tükröződnek a sötét tengerben. Gondolj a szobádba bezúduló fényre, a cserében növő virágra. Emlékezz arra, mikor a világot gyönyörűnek láttad, és adj hálát, hogy áldó hatalma oltalmába rejtve élsz. Emlékezz arra, mikor elesett voltál, mikor egyedül érezted magad, egy emberekkel zsúfolt szobában, mikor nem volt kitől tanácsot kérned. Gondolj arra, mikor csak egy ember is visszautasított, mikor valaki megszégyenített. Gondolj arra, és emlékezz arra is, mikor nagyon elesett voltál. Gondolj arra, Jézus szenvedő, megbocsátó, változatlan szeretetére, és adj hálát, hogy áldó hatalma oltalmában rejtve élsz. Így nyitom meg ezt a szép estét, és így adom át a szót. Legyen egy szép, meghitt, kicsit adventre is készülő esténk. Nagy szeretettel és örömmel köszöntjük az egybegyűlt közönségünket. A mai estére nagy lelkesedéssel készültünk, és azzal a nemes céllal, hogy szép zeneművek előadásával örömet szerezhessünk a hallgatóságnak. A zenei élmény megosztásán túl az a törekvésünk vezetett, hogy felhívjuk a figyelmet és egyben anyagi segítséget is nyújthassunk éneklésünk által egy kevésbé ismert betegségben szenvedő embereket összefogó szervezet számára. Ez a szervezet a Somogy megyei Szklerózis Multiplex Egyesület. A hangverseny előtt megkérem a szervezet elnökét, Kristófné Kisemesét, hogy pár mondatban foglalja össze a szervezet tevékenységét és céljait. A Somogy megyei Szklerózis Multiplex Egyesület képviseletében Kristófné Kisemese vagyok az elnök. A Szklerózis Multiplex egy központi idegrendszeri gyulladásos megbetegedés. Egyelőre ez a betegség tartósan velünk marad, talán egész életünkben. A kórt ezer arcú kórnak is nevezik, azért, mert nagyon sokféle tünete van. Nem mindenki kerül kerekesszékbe, van, aki simán tud járni, és nincs semmi problémája, nem látszik, csak az MR felvételeken mutatják, hogy valami gond van. Az egyesületünk 5 évvel ezelőtt alakult, úgyhogy tulajdonképpen ez a koncert az 5. születésnapunk. Ez alatt az 5 év alatt nagyon sok mindent sikerült elérnünk. A legfontosabbnak tartom, amellett, hogy nagyon tartalmas programokat szervezünk az egyesületünknek, és nagyon gyakran szeretnénk bevonni a város lakosságát is ezekbe a programokba, olyan rendezvényekkel, amik érdeklődésre tarthatnak számot. A legfontosabb, amit elértünk, a rehabilitációs kezeléseink, ugyanis masszást, gyógytornát, sőt, lovas terápiát is tudunk nyújtani a tagjainknak. 7 elektromos, mágnesesen pulzáló matracunk van, ezek közül 5-öt ajándékba kaptunk, és hogy tudunk mégis ilyen sok mindent nyújtani a tagjainknak, ez annak köszönhető, hogy támogatásokat kapunk, például az önök 1%-ából, amit ezúton is nagyon szeretnék megköszönni.
hogy is jött létre ez a koncert, az Arkadelt kórus vezetője, a Lucz Zsófi egy tavaszi rendezvényünk után egyszerűen odajött hozzám, és azt mondta, hogy tartunk nektek egy jótékonysági koncertet, jó? És akkor mondtam, hogy jó. Az az igazság, hogy nem kerített semmi pátoszt köré, és nem gondolta, hogy ez valami nagy dolog lenne, csak így egyszerűen közölte. Én pedig úgy gondolom, hogy példaértékű az, amikor valaki jótékonysági koncertet szervez tartósan betegek számára, vagy akárki számára. Tehát az, amikor valaki egy kórus, vagy magánszemély a munkájáért járó adományt nem saját maga használja fel, hanem felajánlja tartósan betegeknek, az igenis példaértékű és egy tiszteletre méltó cselekedet. És akkor ezúton szeretném megköszönni az Arkadelt kórusnak, az Arkadelt kórus vezetőjének, Lucz Zsófiának, a Kaposvári Evangélikus kórusnak, és Vönöcki Gábornak, a karmesterének, Gál Laura énekművésznek, Kocsis Klaudia énekesnek, Botni Vörös Katalin zongoraművésznek, és természetesen a lelkész úrnak, aki lehetővé tette, hogy itt a templomban történjen meg ez a koncert. A koncertünk ingyenes, de ha úgy gondolják, hogy egy csekély összeggel mégiscsak jutalmaznák a fellépőket, akkor azt nagyon megköszönnénk, és az előbb említett szereplők a befogyó adományokat nekünk ajánlották fel, és mi pedig arra szeretnénk fordítani, hogy eddig még nem ismert szklerózis multiplexes betegeket is felkeressünk, és ebből a pénzből ugyanúgy rehabilitációs kezeléseket szeretnénk nyújtani a számukra, mint ahogy a tagjainknak. Tulajdonképpen nem is számít, hogy tagunk vagy nem tagunk, hogyha rászorul a kezelésre. Akik itt most ülnek a padokban, azok már biztos megkapták a köszönöm kártyát, és ezt nem az adományért, hanem azért, mert eljöttek és meghallgatják ezt a koncertet. A köszönöm kártyát egyébként tovább lehet adni bárkinek, akik ugyanígy jót tesznek önökkel. Az adományokat a persejükbe várjuk, hogyha úgy gondolják, és nagyon szépen köszönjük még egyszer, és nagyon jó szórakozást kívánok a koncertre. Thank you.
következő négy mű szerzői: Mendelssohn, Veni Domine és Laudate Pueri a három motétából, Kodály Ave Maria és Debussy Menekül gyermekek karácsonya. Fogadják szeretettel! Yeah.
második részében, kérem, fogadják szeretettel Gál Laura énekművész és Kocsis Klaudia énekes előadásában Sansem Ave Maria című művét. Harmadik részében nagy örömmel szólítom a Kaposvári Evangélikus Kórust, az ő előadásukban hallhatják, boldogok azok e perési graduál. Alta Trinita ismeretlen szerző a 15. századból. Téged áldunk, Schütz műve,
Gaude Mater Polonia, Antifone Kirche 1372-ből. Kérem, fogadják szeretettel. Du sei mein Nasser.
Thank you.
Köszönjük szépen a Kaposvári Evangélikus Kórusnak is ezt a színvonalas, gyönyörű éneklést. Műsorunk utolsó részében kérem, fogadják szeretettel az Arkadelt Kamara Kórustól, Gál Laura énekművésztől és Kocsis Klaudia énekestől, Pergolesi Stabat Materéből néhány részletet. Az első, az ötödik, a nyolcadik, kilencedik, tizenegyedik, tizenkettedik és tizenharmadik tételt hallhatják. És én találtam itt a kis mappámban egy verset, Babics Mihály fordított el a Stabat Matert véletlenül nálam maradt, lehet, hogy nem is véletlenül, és ebből egy versszakot szeretnék önöknek felolvasni. Engedd, hogy a szívem égjen Krisztus Isten szerelmében, és ő szeressen engemet. Oh!
mű.